A német választások után Brüsszel európai negyedében a reakciók a megkönnyebbülés és az elégedettség között ingadoztak. Az uniós politikai központ Európa párti csoportosulásai a következő 4 évben továbbra is uralni fogják a német politikát. A bizottságtól nem érkezett hivatalos nyilatkozat, de Franz Timmermans alelnök gratulált szociáldemokrata társának, Olaf Scholznak az erős eredményhez. David Sassoli, az Európai Parlament szocialista elnöke ugyanezt tette, és szorgalmazta a társadalmi és zöld fellendülést. De ebben a megszorításokat támogató liberálisoknak, az FDP-nek is részt kell venniük. Nem titok, hogy az FDP vezetője német pénzügyminiszter szeretne lenni. De természetesen az sincs kőbe vésve, hogy a német pénzügyminiszter az, aki ténylegesen képviseli Németországot az ECOFIN-ban vagy az Eurócsoportban. A választások előtt a liberálisok bejelentették, hogy mit nem támogatnak, új adókat vagy új adósságot. A zöldek és Scholz azt fontolgatják, hogy nagyobb társadalmi igazságot teremtsenek Európában. Azt hiszem, azt fogjuk látni, hogy egy Olaf Scholz vezette kormány nyitottabb lesz Emmanuel Macronhoz képest a szociális reformokkal és az európai projekt reformjával összefüggésben. Annak megválaszolása, hogy ezeket a különbségeket fel lehet-e oldani, még várat magára. Az elemzők továbbra is e 3 párt koalícióját tartják a legesélyesebb következő német kormánynak.